Szeptember 22-e az orszarúak világnapja. Az állatkertben nyilván minden nap az állatokról szól, de ma a mi kis orszarvúink is részesültek egy kis látványetetésben. Akik mögöttem láthatók, ők a Győri Állatkert orszarvú párja, Vanda és Dájó. Bal oldalon Dájó, jobb oldalon Vanda. Keskeny szájú orszarvúakról beszélünk. Egyébként van egy harmadik keskeny szájú orszarvú is a Győri Állatkertben, ő pedig egy már nyugdíjas hölgy, ezért is van külön. Ő pedig a Mana, ő egy 41 éves orszarvú, ő Európa legidősebb keskeny szájú orszarvúja. 2019-ben érkeztek ezek az állatok hozzánk a Győri Állatkertbe, és azóta is békésen éldegélnek nálunk. Ebben az évben kapták meg ezt a hatalmas, szép nagy kifutót, ahol igencsak jól érzik magukat. Az orszarvúk világnapja arról is szól, hogy kiemeljük az ő természetvédelmi státuszukat. Összesen a világon, tehát vadon és állatkertben is nagyjából, tényleg ez egy becsült érték, 27 ezer példány található, de az összes orszarvú fajról beszélünk itt. Keskeny szájú orszarvúból, amit a Győri Állatkert is tart, nagyjából 5500 példányról beszélünk. Ezért is ők aztán súlyosan veszélyeztetett státuszt kaptak. Fokozottan védett állatok, kint Afrikában is, ahol ők élnek, illetve az állatkertek munkája is az, hogy védelmezzék, megmentsék, tenyészék is az állatokat, hogy fennmaradhasson a faj.